Kérdés. A tegnapi lecke kapcsán Révati küldött egy pár kérdést. Azt mondja, hogy a rádakund mássá mitől lesz szintén rádakund, és hány ilyen másolatról tudsz? Illetve, hogy említetted, hogy Rupa Goszvámi tarta fel az apraka. Jó. Hát rádakund van Májpróba 2, egyik, amit Baptistant és Összetitákkal alakított, a másik, ami Öri Tuduitban van, ami Gurdzsai Tanya csinált. Van Ramakirtiben, van Vishnupurban, és ez függ valamennyire, hogy mennyi, milyen erős az a bakti. Szóval tisztelt a szerszőfik, akkor nyilvánik meg, akkor ott Csendre Sékár a Csarjának a lakhelyén, akkor az baptisztelt a szerszőfik, akkor a lelki erője, ami nyilvánítja meg. Persze az, ami van Ritudvipa, Chaitanya Mahaprabhu, akkor az meg az Úrnak a személyes potenciája, szóval mindig a személyes potenciál, ami határozza meg. Ami van, van Vishnupur, az meg Srinivasa Charyának, ami van Krishna völgybe, az akkor mondjuk az enyém és a bakták, és akkor az ugye annyi jegyetemben propagyanté, annyi százaléka viszonyul, nyilvánul meg, és aztán a kérdés, hogy marad. És a maradás is fog függni, hogy a bakták mennyire tisztelik azt a helyet. Viszonyul a baktával, mert nem is bakti, akkor gyűjtöttem a bakat, akkor meg nem beszélni. Szóval ez ugye erről van szó, őről a társairól, a szent lakhely, stb. Dolgan egy más dolgok, mennyire viszonyulnak a bakták, szóval itt van Jagannath, ő önmaga nyilván. Self-manifest deity, de amit Prabhupád még mindig mondja, hogy jó, de már Jagannath nincs a múltiban, szóval még akkor is úgy is ki tud lépni Krishna, hogyha ő személyesen megnyilvánul, amikor ott nincs odaadás. Aztán, hogyha megint van, akkor megint tud, megint viszont.